Figyelj, beszámolok. Egy, két, három. A Tamási Koncertfúvós zenekar karmestere, művészeti vezetője Varga Balázs, aki 2019. januárja óta látja el ezt a feladatot. A zenekar tagjai munkahelyi, iskolai elfoglaltságaik mellett látogatják a próbákat. A pandémiás időszak intézkedései számukra is egy nagyobb szünetet hoztak, tudtuk meg a zenekar vezetőjétől. Ugye volt egy elég hosszú kihagyás egészen ugye itt idén tavaszáig, amikor aztán utána újra össze kellett szedni a csapatot. Azt hiszem, hogy májusban kezdtünk el ismét próbálni. Azért egy ilyen hosszú kihagyás után nem könnyű feladat összeboronálni a brigádot, főleg úgy, hogy azért jött a nyár is, mindenki ugye egy kicsit felszabadult, utazgatott belföldre, külföldre, úgyhogy ez a nyári időszak ez úgymond lement, és most azt gondolom, hogy most így szeptember óta kezd úgy kicsit a régi kerékvágásba visszaállni a dolog. Mindig más céljaink vannak, illetve mindig más felkérések, mindig más események. Ugye most például, hogyha közeljövőről beszélünk, akkor közeledik itt ugye az advent, illetve a karácsony. A Művelődési Központ itt Tamásiban hagyományosan szokott minden adventi vasárnapon rendezvényt tartani a téren. Most éppen arra készülünk, aztán jövőre, hát már 60 éves lesz ez a zenekar, úgyhogy készülünk egy nagyobb nyári rendezvényre, többnapos rendezvényre. Vissza kellene járni a régi formánkat, mert azért, ahogy az előbb is említettem, ilyen hosszú kihagyás után nem könnyű összeboronálni a csapatot, és utána azt gondolom, hogy majdnem ugyanannyi idő kell összeszedni, mint amennyi kimaradt. Tehát most egyelőre azon vagyunk, hogy visszanyerjük a régi formánkat, aztán utána tudunk gondolkodni egy kicsit keményebb kihívásokban is. A zenekar tagjai között vannak olyanok, akik több évtizedet áldoztak már életükből a formációra, de tőlük sokkal fiatalabbak is helyet foglalnak soraikban. Mindig egy ilyen elég jó elegyet alkotnak a éppen újonnan érkező fiatalok, illetve azért van egy-két régi motoros is, aki nem akarok nagy évszámokat mondani, de azért van, aki 40 éve a zenekar tagja. Ők segítik mindig a beilleszkedését a fiataloknak, illetve hát nyilván azért van ugye a középkorosztályból is nagyon sok ember, úgyhogy ez egy nagyon jó elejé szerintem. Most jelen pillanatban ráálltunk a csak pénteki próbákra, ugye az a nap, amikor ugye a vidéken tanulók is haza esnek esetleg az esti próbára. Amikor valami nagyobb megmérettetésre, esetleg fellépésre készülnek, előfordul, hogy még egy napot beiktatnak a hét folyamán, amikor előkerülnek a hangszerek. A próbák jó hangulatban, hatékony munkával telnek. A szünetekben a zenekari tagok is tesznek felvetéseket, hogy milyen kották kerüljenek elő a próbák alkalmával, amit a karmester megfontol és be is iktat rendszerint. Dobos Erzsébet alapító tagja a zenekarnak, és mint mondta, emberek jöttek, mentek az évek alatt, de egy dolog örök. A zene szeretet, azt hiszem, hogy az nem változott, az egy állandó dolog. Aki egyszer ebbe belekóstol, az biztos vagyok benne, hogy soha többet nem akar innét elmenni. Az én gyerekeim is innét kezdték a pályájukat. A két fiam zenei pályára ment végül is, ők tanárok, zenetanárok mindketten, illetve nagyon jó nevű zenekarokban játszanak. A lányom és én, mi pedig ugye amatőr zenészek maradtunk. Ritter Regina, a zeneiskola kis zenekari szárnybontogatása után került fel a Tamási Koncertfúvós zenekarba, amelynek immár 4 éve tagja. Érdekes volt, mondjuk én akkor tájt kerültem Győrbe, én zenei pályán vagyok, és ott is egy nagyobb volumenű zenekarban játszom, és így nem volt olyan megterhelő, de nagyon jó kihívás volt, és ösztönző volt. Nekem a legnagyobb élményeim, mert 2 is van, azok, amikor a zenekarral utazni voltunk, Luxemburgban és Prágában, azok tényleg hatalmas élmények voltak, hogy tényleg mennyi helyre eljuthatunk a zenével. A zenekar többi tagjához hasonlóan Tóth Márton Máté is a külföldi fellépéseket emelte ki, amikor az élményekről kérdeztük. Számára a hangszeres zenélés a jövőt jelenti, melyhez egy jó ugródeszka a Tamási formáció. Zeneművészeti Egyetemre szeretnék majd jelentkezni, és utána majd zenekarokba szeretnék elhelyezkedni. A lassacskán 6 évtizedes fennállását ünneplő zenekar már munkálkodik a kerek évforduló méltó megünneplésén is, tudtuk meg Farkas Zsoltól, a Fúvós Egylet elnökségi tagjától. Igyekszünk minden évben egy nagy koncertet tartani, illetve a városi rendezvényeken szoktunk térzenét adni. Jövő évben viszont a Fúvós Zenekar 60 éves jubileumát ünnepli, így egy nagyobb szabású rendezvényel szeretnénk
a városnak meglepetést okozni. Fúvós fiesztát szeretnénk 2022 nyarán megtartani, amelyre több fúvós zenekart, mazsolett csoportokat szeretnénk hívni, illetve egy nagyobb, nevesebb sztár fellépőt is. A háttérmunkák tehát folynak a Művelődési Ház színház termében, hogy a közönség mindig azt a színvonalas műsort kapja, a Csokonai Vitéz Mihály díjas, Tamási Koncert fúvós zenekartól, amit rendre megszoktunk tőlük.